Szeretettel köszöntöm Önöket, és néhány mondatban vázolnám, hogy milyen érdekes programokat kínálunk május hónapban iskolán tanulói, de nem csak iskolán tanulói, hanem a város minden lakosa számára. Jelenleg ebben az három napban nagyon fontos esemény történik iskolánkban, most zajlik a leendő első osztályos tanulók beiratkozása, tehát április 28, 29, 30 reggel 8-tól este 6 óráig várjuk a hozzánk szándékozó gyermekek szüleit, hogy beírassák hozzánk a tanulókat. Május hónap bővelkedik nagyon sok érdekes, izgalmas eseményben. Ezek közül az első, a legfontosabb, amely május 9-én pénteken lesz. Ekkor lesz a háztűznézőben járási verseny utolsó fordulója, amelyre a legjobb, a levelező verseny során legjobb eredményeket elért csapatok jönnek, és mérik össze tudásukat a Tóth Árpád úti épületben. Májusban pedig a hagyományos témahétre is sor kerül, amelyet még a TÁMOP pályázaton belül valósítunk még minden évben. Ebben a tanévben kapcsolódik a témahét iskolán névadójához, Klapka György honvéd tábornokhoz. Nem csak történelmi eseményekhez kapcsolódó programokat kínálunk erre a hétre, hanem ezen a héten lesz egy rendhagyó énekóra, amelyre nem csak zenetagozatos tanulóinkat, hanem az iskola valamennyi tanulóját várjuk majd egy szép délután folyamán. Május 15-én reggel 8 órakor iskolai ünnepség keretében emlékezünk Klapka György honvéd tábornokra, és ezen a délelőttön kapják meg 4. osztályos tanulóink közül azok a tanulók, akik 4 éven át kiváló tanulmányi eredményt, példamutató magatartást tanúsítottak, a könyvjutalmukat. 8. osztályos tanulóink pedig ugyancsak ezen az ünnepségen díszoklevelet vehetnek át, hasonlóan a kiváló tanulmányi eredményét és a példamutató magatartásért. 8-osaink 8 éves teljesítményét majd a ballagási ünnepségen ismerjük el. Ez a hét bővelkedik még nagyon sok-sok eseményben. Ugyanis ezen a héten tartjuk még a hagyományos vetélkedőnket, a történelmi vetélkedőnket, amelyeknek, mint minden évben és már évtizedek óta, a Jókai Mór Városi Könyvtár ad otthont. Május 16-án hagyományosan az eddigi klapkanapokhoz délelőtt sportnapot tartunk, délután pedig este 17:30-kor várjuk a volt kollégákat, illetve mindenkit, minden kedves vendéget, aki valamilyen módon kötődött iskolánkhoz. Ugyanis május 16-án este 17:30-kor egy ünnepi gálaműsorral szeretnénk kedveskedni a megjelenteknek, hogy egy icipicit áttekintést kapjanak abból, hogy a tőlünk induló gyermekek hova is jutottak el, kiből milyen sikeres felnőtt, milyen sikeres ember vált. Nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy erre a hétvégére tartogatjuk azt is, hogy szombat délután, vagyis május 17-én nyitvár iskolánk Kossuth úti épülete, és ekkor lehetőséget biztosítunk arra, hogyha valamely osztályok szeretnének osztálytalálkozót tartani, és egy picit visszagondolni az elmúlt 50 tanévre, akkor erre lehetőséget biztosítunk. Itt a Kossuth úti épületben valamennyi tablót őrizzük, tehát jöhetnek a volt osztály idejáró diákok, és kereshetik saját magukat a régi-régi tablókon, de természetesen a nemrég ballagott volt diákjainkat is várjuk ezen a szombat délutánon. Utána a következő hetek a hagyományos programokról fognak szólni. Május 29-én este 6 órakor a Dózsa György Művelődési Házban tartjuk a hagyományos énekzenetagozatos tanévszáró hangversenyünket. Május 30-án este 5 órakor pedig napközi otthonos csoportjaink mutatkoznak be, szintén a Dózsa György Művelődési Házban. Nagyon fontos még, és tudjuk jól, hogy erre és a művészeti iskola minden diákja és a szülők is mindig nagy-nagy izgalommal készülnek. Május hónapban az utolsó héten zajlanak a művészeti iskolában az évzáró vizsgák, illetve vannak olyan tanulóink, akik befejezik művészeti iskolai képzésüket, és ők záró vizsgát tesznek. Természetesen nem csak az iskolai rendezvényekre várunk mindenkit szeretettel, hanem várunk mindenkit azokra a rendezvényekre is, azokra a városi rendezvényekre is, ahol iskolák tanulói az elkövetkezendő napokban, hetekben fellépnek.